birkózók versenyeztek, lakókocsira gyűjtenek, választás 2022, érkezik a 13. havi nyugdíj. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 7-én 18 óra 5 perckor. Birkózók versenyeztek, szombaton a Városi Sportcsarnokban rendezték meg a Kelet-Magyarország régió diák első SF és diák második SF és gyermekbirkózó versenyt, amely egyben a 35. Kuruc testvérek birkózó emlékversenye, valamint László Márton emlékverseny volt. Az ünnepélyes megnyitón egy perces néma fűhajtással tisztelegtek a jelenlévők az emlékversenyek névadójáról, majd a versenyen megjelenteket idősebb Kuruc István, a KSE birkózó szakosztály vezetője köszöntötte. A mai megmérettetésre 29 egyesület jelent meg, mintegy 240 birkózóval, és amikor én bejöttem a terembe, akkor láttam, hogy úgy az edzők, mint a birkózók, ki voltak már nagyon éhezve arra, hogy egy komor versenyen legyenek megmérettetve, és végre egyszer igazi tétér, igazi eredményekért tudjanak küzdeni, hisz ez egyben az országos versenyre való feljutásnak is a versenye, úgyhogy nagyon örülök, hogy nagyon sok korombeli, meg idősebb edzővel találkoztam, és ez úgy mindig feldobja az embert, és örömmel tapasztalom azt is, hogy a fiatalok is megjelentek az idősebbek mellett, tehát úgy látom, hogy a jövője ennek az igazi férfias sportnak, a birkózásnak, amely az ország negyedik legeredményesebb sportága, úgy látom, hogy biztosítva van a jövője. Karcagi csapat a végén mintegy 11 fővel jelent meg, bízom benne, hogy lesznek érmes helyezettek és érmes eredmények is, hisz ha megnézzük az itteni díjazásokat, az érmeket, ami feliratos, amiben rajta van az is, hogy Kuruc testvérek, az is, hogy László Márton emlékverseny. Nagyon szép érmek vannak, nagyon szép kupák vannak, és ez mellett még egyszer elmondom, Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park igazgatója pedig felajánlotta az összes Miska kancsót minden egyes győztesnek, ami 40 súlycsoportot jelent. Édesapám 1941-ben született Szolnokon, és hát az élete volt egyrészt a családja, a munkája, és hát a birkózás. Egészen fiatalon kezdett birkózni, és aztán ez végigkövette az életét. Idősebb korában itt Karcagon is, 2000-es években 3 évig edzősködött, és sok fiatalt nevelt ki. A jelenlegi karcagi edző Urbán Zoltán edzője is ő volt, és nagyon sokat tanult tőle, és nagyon-nagyon öröm számunkra, hogy itt Karcagon is megemlékeznek róla. És ahogy az polgármester úr mondta, hogy nézzenek körbe, vagy nézzenek a maguk mellett állóra, mert lehet, hogy a jövő olimpiai magyar vagy világbajnokát látják a mellettük állóban. A gyerekeket figyelve láttam, hogy nem csak maguk mellett állókat, hanem teljesen körbenézték a csapatot, hogy tényleg kivel találkozhatnak majd 10 év múlva, vagy néhány év múlva egy-egy ilyen nagy rangos versenyen. Dr. Fazekas Sándor kormánybiztos köszöntőjében felidézte a 25 évvel ezelőtti Kuruc testvérek versenyt, a kezdeteket, és gratulált a mára elért szép sikerekhez. A mai napon kellemes versenyzést, sportsikereket kívánt az indulóknak, majd egy csalikancsót adott át ajándékba Kuruc Istvánnak. Szepesi Tibor polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a Nagykunság fővárosába érkezett versenyzőket, edzőket, sportvezetőket, szülőket. Ezután F. Kovács Sándor, mint egykor maga is a karcagi csapat birkózója, rövid bemutatót tartott ifjabb Urbán Zoltánnal, a KSE jelenlegi tehetséges birkózójával. Nagyon régen voltam birkózószőnyegen, és hát fele ilyen súlyú voltam, amikor utoljára ezeket a dobásokat csináltunk, de nagy megtiszteltetés, hogy Tóth Krisztiánnal, olimpiai bronzérves judóssal tudtam egy kis bemutatót csinálni, hiszen
a világon nem sokan vannak, akik el tudják dobni Krisztiánt, és akinek meg is engedi, hogy eldobja. Tehát mindenképpen, mint sportrajongónak is hatalmas megtiszteltetés volt, és örülök annak, hogy erre lehetőségem volt. Látszik ezeken a gyermekeken, hogy egészségesek, sportolnak, edzettek, és amikor látom azt, hogy én is ennyi idős voltam, amikor elkezdtem annak idején birkózni, és a gyermekeim is ennyi idős korban is, eszembe jutott a saját birkózó versenyek, meg amikor a gyermekeket kísértük birkózó versenyre, egy csoda, egy nagy izgalom, de akkor is egy gyönyörű ez a birkózó sportág, és azt gondolom, hogy minden sport, a fiataloknak, a gyermekeknek, ha egy mód van rá, mindenképpen sportoljanak, mert a sportolás az egészség. Edzettebb lett az ember, de megtanulta elviselni a győzelmet és elviselni a vereséget. Mert az életben nem lehet mindig győzni, nem lehet mindig veszteni. És mind a kettőt tudni kell elviselni méltósággal, hiszen amikor egy gyermek vagy egy felnőtt akár vereséget szenved, akkor abból tanulni kell, és a győzelmemnek pedig, hogyha győz, akkor pedig sokkal szerényebbnek kell lenni. Tehát sok mindent, az életre, a sport az életre nevel. Majd Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes judóssal, és bemutattak egy dobást. Nagyszerű érzés volt, ritkán adatik meg az embernek, hogy politikusokat dobáljon oda-vissza. A viccet félretélve azért természetesen próbáltunk egymásra vigyázni. Bízunk abból, hogy valami kis örökséget adunk itt a gyerekeknek és az itt lévőknek, hogy egy ilyet is láthattak. Úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív volt. Úgy gondolom, hogy itt nem szabad specializálódni sportágakra. Látszik azért, hogy a mostani generáció egy kicsit rossz irányba megy. Én bízok abban, hogy minden gyereknek tudunk egy kis olyan pluszt adni, hogy bármilyen úton, módon valahogy megismerkedjenek a mozgással. Legyen az judó, birkózás, box, atlétika, úszás, teljesen mindegy, mozogjanak. Tudom én azt, hiszen azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül az én korosztályom a két generáció közötti rész, az aranykorszak, vagy nem is a középarany rész, aki még edzett, de már számítógépezett, saját bőrömön is tapasztaltam, de ezt tudni kell, és itt a szülőknek nagyon nagy beleszólása van abban, hogy a számítógépezéssel nagyon-nagyon minimális százalék fog tudni elmenni olyan irányba, hogy a későbbiekben fenntartsa a saját életét. Úgyhogy mindenféleképpen az egészség miatt is, a szociális élet miatt is fontos az, hogy a gyerekek itt legyenek és birkózzanak, vagy csak játszanak egymással. Én ennek a híve vagyok, ennek az egyik, hogy mondjam, zászlós hajója igyekszem lenni, úgyhogy minden szülőt és gyermeket bízhatok arra, hogy a lehető legtöbbet mozgassák őket. A fiam már bent van Cságáncson, lovagol, úszni megy, sielni, szaladni, egy energiabomba a srác. Néha még az apját is megeszi, úgyhogy eléggé kemény, de én ennek örülök, sokkal jobb lenne az, sokkal jobb, mint hogyha az lenne, hogy a sarokba ücsörögne egész nap. Én ezért büszke is vagyok rá, nyilván törögetjük a szarvát, meg azért vannak vele problémák, amikor már az energiabomba egy kicsit átszalad a határon, de szerintem ez a jobbik oldala a gyereknevelésnek. Bízok benne, hogy ő is hasonló babérokra tör majd. Ami biztos, hogy én nem fogom amúgy ezt soha erőltetni nála, hogy ő élsportoló legyen, én nem akarok ezzel rá nyomást gyakorolni, ismételni tudom magam, ténylegesen csináljon valamit, amit szeretne, csak a 100%-osan. Igen, hát ugye most már két hónapos a kislányom is, a kislányunk is, úgyhogy igen, tehát nálunk ez a feleségem Panka szemszögéből is, meg az én szemszögemből is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek mozogjanak és egészségesek legyenek. Ezt követően kezdetét vette a verseny, melyen 29 sportegyesület 234 versenyzője mérte össze tudását az érmekért, serlegekért. Egy fűthető lakókocsi oldhatná meg egy idős férfi gondját. Lakóházát életveszélyessé nyilvánították, ma az udvaron álló hátsó fészerben él macskáival. A Humán Szolgáltató Központ segíti életét, Nandi bácsi azonban nem szeretné elhagyni Alcsi-szigeti otthonát, így most felajánlásokra vár. Nandi bácsi egy évvel ezelőtt került kapcsolatba a Humán Szolgáltató Központ család és gyermekölti szolgálatával. Az arról jött a jelzés vele kapcsolatosan, hogy életveszélyes a háza, az ingatlan, amiben lakik, és hogy ezt le kell bontani, és ez miatt a kollégák minden lehető segítséget igénybe vettek, és megpróbáltak az ő ügyében előre lépni. Nandi bácsi, hát életmódjából kifolyólag nem szeretne
ebből az ingatlanból elmenni. 97 óta lakik itt, az ő haszonélvezeti joga van a telken, és ő a cicáival együtt itt szeretne lenni, minden, bármilyen körülmények között itt szeretne maradni. Erre nyilván az a megoldás került kitalálásra, hogy lakókocsi valami téliesíthető és fűthető, azzal hosszú távon megoldhatnánk az ő helyzetét. Tehát maradhatna itt, és élhetné tovább a kis szerény életét, mert 54 ezer forintból él, és nem tud már dolgozni. Így ő nem kér soha úgymond semmit, csak azt, hogy itt maradhasson. Tehát ez az egy megoldás, amit a Szolnok Segít programon keresztül tudnánk neki biztosítani. Ennek a programnak vannak elérhetőségei, számlaszáma. 1997 óta él ezen a portán Nándi bácsi. Nagykörűből költözött az Alcsi-sziget tanyára. Közmunkásként dolgozott, ma 62 évesen pedig már nyugdíjas, mert nehezen mozog, fájnak az ízületei. Lakóháza teteje az idők során elérett, beszakadt, pénze nem volt a javításra. A házat pedig már a lakhatatlanná nyilvánították. Nándi bácsi így ma a hátsó fészerben lakik. A szerszámtároló egyszer ki is gyulladt, oldala javításra vár, ezt tavaszra tervezi. Nándi bácsi azonban körülményei ellenére nem megy el innen. Kezdeményezésére most lakókocsira gyűjtenek, melynek ára a hirdetések szerint 5-600 ezer forint. Ha valakinek van használaton kívüli lakóautója, amit fűthetővé lehet tenni, szívesen veszik a felajánlást. A Humán Szolgáltató Központ, valamint a Szolnok Segít Program elérhetőségein kereshetnek bennünket, és én erre kérnék mindenkit, hogy csak és kizárólag rajtunk keresztül tegye ezt meg, hogy ne zaklassuk még jobban föl Nándi bácsit, és rajtunk keresztül lakókocsira lenne szükség, amit esetleg téliesíthető, vagyis hát az lenne a megoldás, hogyha téliesíthető lakókocsit tudnánk neki vagy vásárolni, vagy valakinek van felesleges és fel tudná ajánlani, azt nagyon szívesen fogadjuk. Vagy ha pénzben tud segíteni, akkor a Szolnok Segít Program számlaszámára várjuk az utalásokat, és akkor azt, ha összegyűlik a megfelelő összeg, és látunk olyan hirdetést, ahol meg tudjuk vásárolni, akkor a részére megvásároljuk, és akkor biztosítva lenne az ő lakhatása. A segítő szándékot a Humán Szolgáltató Központban jelezhetik, vagy a Szolnok Segít Program számlaszámára utalhatnak. Már az áprilisi választásra készülnek a hivatalok és a választási irodák is. A szavazásról szóló értesítőket a Nemzeti Választási Iroda elkezdte kiküldeni, ha valaki február 11-ig ezt nem kapja meg, a helyi választási irodákban érdeklődhet. Országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás is lesz 2022. április 3-án. A Nemzeti Választási Iroda valamennyi választásra jogosultnak elkezdte postázni az értesítőket, melyeket február 11-ig minden szavazásra jogosultnak készhez kell kapnia. Azoknak a választásra jogosultaknak, akik február 11-e után költöznek Karcagra, és ez a lakcímkártyán is fel van tüntetve, már innen küldik ki az új értesítőt. De ide lehet fordulni a mozgó urna kérelmekkel, ha a külképviseleti névjegyzékbe szeretnék átvetetni magukat, és az átjelentkezési igényekkel is. Mozgó urna kérelmeket online március 30-án 16 óráig, személyesen április 1-én 13 óra 30-ig lehet benyújtani, míg az átjelentkezési kérelmek beadási határideje március 25-e 16 óra. Az országgyűlési képviselőválasztáson induló jelöltek és jelölő szervezetek február 12-én 8 órától szintén a polgármesteri hivatalban vehetik át az ajánlóíveket. Februárban megérkezik az első teljes 13. havi nyugdíj. Februárban megérkezik az első teljes 13. havi nyugdíj. A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, most bő egy évtized gazdasági eredményeire támaszkodva vissza tudjuk adni azt. Februárban visszautalják a gyermekeseknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót, és a 25 év alatti fiatalok is készhez kapják az első adómentes fizetésüket. A kormány Viszmajor alapot hoz létre a múlt heti viharkárok enyhítésére. Mint mondta, a vihar elsősorban a mezőgazdaság, azon belül a fóliás zöldségtermesztés területén okozott komoly károkat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!